Szervusztok, sziasztok! M3 Autópark Kft. 1 Lácsatit szeretne megmutatni most nektek így filmen is, és ő egy ilyen szép spoileres kivitel 2009-ből. Annyira mérgesnek néz ki, hogy nem is gondolná az ember, hogy egy 1.4-es erőforrás, egy 1.4-es kis benzines motor van benne, ami azért jól viszi, ugye nem a nagy kombi vagy a négyajtós, hanem a kis ötajtós modell. Hemen tényleg nagyon mutatós lett ezzel, tehát jól tervezték hozzá ezeket a spoilereket itt hátul is, oldalt is. Az autóját egyébként azért is mutatom így körbe, mert nagyon szép állapotban van, tehát szép karcmentes, horpadás, horzsolásmentes, tehát nagyon jól megőrizte az állagát. Ugye ködlámpás is elő. Ezen kívül még sok egyéb extra is van az autóhoz, tehát nem a teljes alapmodell. Ugyanis 4 elektromos ablakkal van, ugye sok hangszórós és elektromos tükörállítás is van az autóhoz. Mutatom is, hogy miket látni, ha így nézzük. Ugye megbújt, de látni azért, 4 légzsákos modell, ülésmagasságállítás, természetesen ugye kormány oszlop állítás is van az autóhoz. És azt látjuk, hogy megvan neki mindkét gyári kulcsa is, ugye az egyik még ilyen távirányítós is. Magyarországi autóról beszélünk, valameddig azért vitték a szakszervízbe is, illetve hát jegyzeteltek bele mostanában 2016-ban is a szervizkönyvben, tehát a kilométer óraállás az teljesen valósnak mondható, ugye. Le is ellenőrizhetitek, mi is megnézzük, hogy mennyit is mutat, mert tényleg nem sokat futott az autó, még mindösszesen 95 ezer kilométer van benne. Szépen indul, zajmentes a kipufogó. Működik a légkondi berendezés. És már fújja is a hideget. Tehát rendben van ez is neki. Nagyon jó állapotú, szép, jól felszerelt, tiszta autót adunk, dohányzásmentes, és várunk titeket egy tesztkörre is, meg várunk megvásárolni is a 15. kerületben, tudjátok, M3 Autópark Kft. Köszönöm szépen, hogy megnéztük ezt a filmet, és vezetünk is egyet vele mindjárt nem sokára.